Sziasztok! Pető Attila vagyok, a Kressz professzor, és ez a Kressz TV soron következő adása. Akik sokat nézik a filmjeinket, tapasztalhatják, hogy majdnem minden videó végén vannak úgynevezett tesztkérdések, Kressz feladványok. Ezzel persze elsősorban azoknak szeretnék segíteni, akik éppen Kressz vizsgára készülnek, de az a tapasztalat, hogy nagyon szívesen oldják meg ezeket a feladatokat azok is, akik már régóta vezetnek. Sokan megkérdezik tőlem, általában azok, akik Kressz vizsgára készülnek, hogy tanár úr, tényleg léteznek a feladatok között úgynevezett szivatós kérdések, amelyek az átlagnál nehezebbek? Hát azt kell mondanom, hogy a kérdések zöme az konkrét Kressz szabályt kérdez, ha ezt ismerjük, akkor erre egyértelmű a válasz, de valóban létezik pár olyan feladat, ami egy kicsit talán tekervényesebb, mint a többi. A mai adásunkban összegyűjtöttem azt a 7 Kressz feladványt, amire valóban azt mondhatjuk az átlagosnál egy kicsit szivatósabbak, beszéljük meg ezeket, és természetesen mindegyikhez magyarázatot is fogok adni. Tartsatok velünk! Az első kérdés a következőképpen hangzik. Személygépkocsiddal az autópályán közlekedsz. Belekezdhetsz-e az előtted haladó összefüggő jármű oszlop előzésébe, ha a szabályos visszatérés helyét nem látod? Hát ez az a feladvány, amit a tanulók az órai munka során is 3-4 elolvasnak, hogy egyáltalán értsék is, hogy miről van szó. Javaslom, ilyen bonyolultnak tűnő kérdéseknél nézzük meg azokat a vezérpontokat, amiben bele lehet kapaszkodni. Az egyik ilyen, hogy autópályán közlekedünk, méghozzá személygépkocsival. És ugye azt kérdezik, hogy a sávokban tulajdonképpen hogyan lehet közlekedni, itt, ha belegondolunk, pontosan azt, hogy szabad-e folyamatosan előzni, hiszen a kérdésben az szerepel, hogy megkezdheted-e a sor előzését akkor, ha a visszatérés helyét nem látod. Az autópálya kulcsfontosságú információ ebben az esetben, hiszen az autópálya mindig osztott pályás út, azaz nincsen szemből jövő forgalom. És bár az előzésnek alapfeltétele, hogy a szemből érkező járműveket nem zavarhatjuk, de ha nincs szemből jövő forgalom, nyilván akkor erre nem kell számítani. Ebből az következik, hogy bizony szabad folyamatosan előzni, akár több kilométer hosszan is, és az persze jó belátható, hogy több kilométer távolságra nem látunk el, sőt, ha sötétbe közlekedünk pár száz méter után, sötét az út, nem látjuk, hogy ott kiközlekedik. Tehát éppen ezért a helyes válasz az lesz, hogy igen, szabad előzést megkezdeni akkor, ha nem látom a visszatérés helyét, mert autópályán vagyok, és autópályán személygépkocsival lehetséges folyamatosan is előzni. A következő kérdés így hangzik. Hol mehet át egy gyalogos az úttesten, lakott területen belül mellékútvonalon, ha a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely nincs? Ez a kérdés gyalogosokra vonatkozik, sokan talán nem is tudják, hogy a Kressz vizsgán vannak gyalogosokkal, sőt kerékpárosokkal kapcsolatos kérdés is, tehát ezekre is megfelelően kell válaszolni, hiszen a Kressz tartalmaz a gyalogosokkal kapcsolatban is szabályokat. Itt a kulcs szó a mondatban, a kérdésben a mellékútvonal lakott területen belül. Ugyanis a Kressz valóban egy esetben meghatároz egy fontos kitételt, de ez lakott területen belül főútvonalon érvényes, ahol is gyalog átkelőhely hiányában csak az út kereszteződésnél szabad áthaladni. Sokan egyébként az első választ beírják így kapásból, mert emlékeznek valamire, csak elfelejtik, hogy ez a szabály főútvonalon érvényes. A B válasz egy kicsit beugratós, mert ez a bizonyos úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belüli szabály létezik a Kresszben, de a megállási tilalmaknál is természetesen járművekre vonatkozik, nem gyalogosokra. A helyes válasz az lesz, hogy bárhol, tehát igazából mellékútvonalon, lakott területen belül nincs korlátozva az, hogy a gyalogos hol mehet át az úttesten. Természetesen kihangsúlyoznám, hogy minden áthaladásnál követelmény az, hogy meggyőződjön az áthaladás veszélytelenségéről. A következő kérdés gyermekszállítással kapcsolatos. Szállíthatsz-e 3 évnél fiatalabb gyermeket a személyautód első ülésén, ha az ülés elé nincs beszerelve légzsák?
Tipikus kérdés azoknak, akik egy kicsit felületesebben tanulnak, és persze mondják, hogy hú, ez egy nehéz, beugratós kérdés, pedig nem erről van szó. Csak arról, hogy nem pontosan tanultuk meg a szabályt. Valami van a gyerekülés és a légzsák kapcsolatában, de itt egészen más kérdeznek, és valóban azt kell mondanom, ez egy kicsit beugratós kérdés. Hiszen a kérdésben az szerepel, hogy légzsák nélküli autóban szállíthatunk-e gyermeket. A gyermekszállításnak nem a légzsák a feltétele, hanem az, hogy a gyermeket gyermekbiztonsági rendszerbe rögzítsük 150 cm alatt. Értem szerint egy 3 évesnél fiatalabb gyermek ennél azért alacsonyabb lesz. Tehát a követelmény a gyermekülés. A légzsákkal kapcsolatban csak annyit mond a szabály, hogyha a jármű szokásos irányával ellentétesen, azaz háttal szereljük be, akkor a légzsákot ki kell kapcsolni. Ebben a feladványban azt kérdezik, hogy nincsen légzsák, ebből következik, hogy az lesz a helyes válasz, hogy igen, beültethetjük a gyermeket az első ülésbe is, de csak gyermekbiztonsági rendszerbe. Sőt, ha nincs légzsák, akár menetirány szerint, akár menetirányjal háttal is elhelyeztetjük őt. A következő kérdés így szól, behajthatsz-e személygépkocsiddal a táblában jelölt útra? Nem a kérdés bonyolult, hanem a tábla. Ha megfigyeljük, ez egy gyalogút tábla, de alatta időkorlátozás van. Ami bonyolítja a tanulást az, hogy ennek a táblának van egy párja, az úgynevezett zónásított változat, amikor gyalogos zóna, és alatta is van egy kiegészítő számérték, és a szabály más gyalogútnál és gyalogos zóna esetében. Gyalogút esetében, hogyha a kiegészítő táblán külön időhatár jelenik meg, akkor ezen az időszakon kívül behajthatunk bármilyen járművel, tehát nem kell ott lakni, nem csak mozgáskorlátozott járművel. Két korlát van, az egyik, hogy célforgalomban, és a másik, hogy maximum 20 km/h sebességgel, és persze alapszabály vagy főszabály az, hogy a gyalogosok veszélyeztetése nélkül, tehát itt mindenképpen az első választ kell helyes válaszként bejelölni. Itt a mellékelt táblázatban egyébként láthatjátok a két jelzés közötti különbséget. Érdekes ezen is eltöprengeni, illetve hát aki vizsgára készül, annak valamilyen formában ezt memorizálni. Következő kérdés így hangzik. Használhatsz-e lakott területen kívül tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót, ha vasúti átjárón hajtasz át? Hát ez a kérdés megint a felületes tanulóknak lehet egy kicsit bonyolultabb, mert valami van a távolsági fényszóróval kapcsolatban, és a vasúttal kapcsolatban valami szabály rémlik, és persze az is igaz, hogy a távolsági fényszóróval más jármű vezetőjét nem vakíthatjuk el, és ebből kéne összerakni a helyes választ erre a kérdésre. Hát a kulcs az, hogy a vasúti átjárón keresztbe hajtok át, mert valóban a keresztben létezik egy olyan szabály, hogyha vasúti pálya mellett megyünk, akkor a szemben érkező vonatot nem vakíthatjuk el. Itt azonban keresztbe megyünk a vasúti pályán, és nézzük meg a kérdést, nem látjuk azt leírva, hogy érkezik is valaki. Tehát a távolsági fényszórót mindaddig használhatjuk, amíg nem vakítunk el ezzel valakit, de ha nem jön senki, akkor nincs kit vakítani, és persze azt nem kell úgy automatikusan feltételezni, hogy de mi van, ha jöhet. Kérdésben ez nem szerepel, tehát egyértelműen az lesz a válasz, hogy ezen a helyen igen, használhatunk távolsági fényszórót. Következő kérdés így hangzik, elromlott járművet vontatsz, milyen hosszúnak kell lennie a vontatókötélnek? Vontató kötéllel kapcsolatban ismét csak két szabály van a fejekben, hogy milyen rövidnek lehet, és milyen hosszú lehet maximum. Hát itt azt kellett észrevenni, hogy a kérdésben azt teszik fel, hogy milyen hosszúnak kell lennie. Egy pici szó hiányzik, talán ettől beugratos a kérdés, hogy legalább mekkorának kell lennie a vontató kötélnek, tehát ha belegondolunk, a minimális hosszúságát kérdezik, erre pedig a KRESZ konkrét választ ad, méghozzá legalább olyan hosszúnak, hogy a két jármű kanyarodás közben össze ne érjen. Aki nem érti ezt a hosszúnak kell lennie felvetést, az sokszor beírja azt, hogy legalább olyan hosszúnak, mint a vontatott jármű hossza. Valóban a KRESZ-ben így határozzák meg a kötél maximális hosszát, tehát itt az lenne a jó kérdés, hogy legfeljebb milyen hosszú lehet a kötél, de ebben a feladványban nem ez szerepel, tehát a helyes válasz a C lesz.
És végül az utolsó kérdés nem is gépjárműre, hanem segédmotoros kerékpárra vonatkozik, és már látom előre, hogy itt a kommentekben ezzel kapcsolatban lesz a legtöbb vita. Közlekedhetsz-e segédmotoros kerékpároddal a leállósában? Hát legtöbben persze egyből arra gondolnak, hogy hoho, akkor ez egy autópálya vagy autóút, és autópályán és autóúton nem közlekedhet segédmotoros kerékpár, ami alapvetően igaz. Amit viszont nem jól tudunk, nem pontosan tudunk, hogy leállósáv nem csak autópályán és autóúton, hanem bárhol lehetséges. Ha megnézem a KRESZ-ben, a leállósáv definíciója az úttest mellett útburkolati jellel, általában egy hosszirányú folyamatos vonallal elválasztott, aszfaltozott, legalább 2 méter széles területről van szó, és bizony ilyennel találkozhatunk, akár lakott területen belül, akár lakott területen kívül, nem autópályán és autóúton. Ezeken a helyeken például szabad megállni, várakozni, semmi nem tiltja. A nagy kérdés az, és a feladvány is erről szól, hogy szabad-e ezen haladni. Hát azt kell mondanom, hogy a KRESZ önmagában ezt nem tiltja, és van egy mondás, hogy amit a szabály nem tilt, az szabad. Tény, hogy alapvetően az úttesten is annak jobb szélén kell közlekedni, de akárhogy lapozzuk a jogszabályt, nem rendelkezik arról, hogy a leállósávon a haladás tiltott lenne. Nem biztos, hogy praktikus, de nem tilos. Éppen ezért ez lesz a helyes válasz. Hát ez lett volna az a 7 úgynevezett nehezebb vagy szivatos kérdés, amire azt kell mondanom, hogy az átlagnál bonyolultabb, és kérlek titeket, hogy itt a kommentben írjátok meg nekem, hogy ti ebből a 7-ből hányat találtatok el. Nagyon kíváncsi vagyok az eredményre, és persze külön előre gratulálok azoknak, akik elsőre mindegyiket meg tudták fejteni. Remélem, nagyon sokat segítettem. Ha tetszett, gyertek máskor is, lesznek még ilyen feladatok, és kérlek benneteket, hogy népszerűsítsétek a KRESZ TV csatornáját, feltétlenül iratkozzatok fel, és persze a legfontosabb, hogy gyertek máskor is, nézzétek az adásunkat. Köszönöm a figyelmet!